Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztünk! Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntelek titeket, egy csodálatos témáról lesz szó, mégpedig az erővel teli imáról. Abcsel 19:20. Eképpen az Úrnak igéje erősen nevekedik, és hatalmat vesz. Szeretnéd, hogy Isten igéje hatalmat vegyen? Akkor valld meg, mondd ki a te száddal. Azt mondja ez ige a római levélben, hogy szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk megvallást. Itt vagy egy helyzetben, szívvel hiszel egy helyzetet, de szájjal katapultálod magad. Szívvel hiszünk az üdvösségre, de ez még nem repít minket az üdvösség pozíciójába. Szívvel hiszünk az egészségre, de ez még nem repít be minket az egészség pozíciójába. Szívvel hiszünk, és a szájunk megvallása által repülünk bele abba a pozícióba, abba a gyógyulásba, abba az egészséges állapotba, abba a megigazultságba. Szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal, hogy megvallást teszünk, belerepülünk az üdvösségnek a pozíciójába. És az üdvösség szó mit is jelent? Épség, egészség, teljesség. Amikor te üdvösséget kapsz, ezzel együtt a csomag részeként érkezik az épség, az egészség és teljesség. Mert Jézus Krisztus azért jött, hogy életünk legyen, hogy zoé életünk legyen, Isten fajta életünk legyen. És nem csak Isten fajta életünk, hanem ennek következményeképpen bővölködjünk. Bővölködjünk mindenben, nem csak anyagiakban, hanem egészségben, épségben, erőben. Ha szeretnél bizonyos változásokat az életedben, a városodban, az államodban vagy nemzetedben, akkor hatásos és szenvedélyes imák által ez megtörténhet. Azt mondja az angol egyik verziója, hogy az igaz ember szívből jövő folyamatos érzelmekkel teljes imája, változáshozó képességgel bír és dünamiszt erőt szabadít fel. Tehát az igaz ember folyamatos szívből jövő érzelmekkel teljes imája, az dünamiszt erőt szabadít fel, ami változást hoz. Amen. Pál apostol tudta, hogyan kell hatékonyan imádkozni. Ez változtatta meg Efézust és a többi helyet, ahol szolgált. Pál 2 évig és 3 hónapig volt Efézusban, és ez alatt az idő alatt az egész helyet felrázta. A Bibliában azt olvassuk, és sokan hívők lőnek közülük, megvalván és megjelentetvén cselekedeteiket. Más szóval felhagytak a bálványimádással, a pogány szokásaikkal, és nyíltan megvallották Jézus Krisztus uraságát. A 19. versben ezt olvassuk, hogy akik varázslással, okkultizmussal foglalkoztak, Krisztushoz tértek. Hogyan volt képes Pál apostol ezt elérni? Azt mondja az 1 Korintus 15:32, ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi hasznom abból? Amikor tanulmányozod a szövegkörnyezetet, nem fogod megtalálni, hol találkozott Pál fenevadakkal, vagy hol támadták meg vadállatok. Nyilvánvaló, hogy Pál szellemi módon szólt, olyas valamire utalt, ami szellemben történt. Emlékezz vissza, mit olvasunk az alapigénkebe. Ekképpen az Úrnak igéje erősen nevekedik, és hatalmat vesz. Az evangélium hatalmat vett Efézusban, mert Pál megértette, hogyan kell szenvedéllyel imádkozni, hogyan kell szellemben hatalmat venni az ima által. A Biblia azt mondja, igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. A buzgóságos kifejezés a görög energeó szóból származik, ami energizáltat jelent. Más szóval igen hasznos az igaz ember energizált könyörgése. Ha Jakab még erőteljesebbé tegye a kijelentést, Illés imáját hozza fel példának. Ő buzgóságosan imádkozott.
illés imádsággal, buzgósságos imával imádkozott. Kihangsúlyozza ezt a héber nyelv ilyen szófordulattal. Jakab illés imájának az intenzitásáról beszélt. Illés erőteljesen imádkozott. Napjainkban sok dolog történik a világban, aminek arra kell ösztönöznie, hogy intenzíven imádkozzunk, ahogy Illés is tette. Isten gyermekeként a te felelősséged, hogy megállt parancsolja Sátán gonosz munkájának. Azt mondja az 1 Tesszalonika levél, hogy létezik a törvényszegés, vagyis az Antikrisztus és a gonosz munkájának titkos bűne. De az egyház, az eklézsia, mi, aki még itt vagyunk, visszatartjuk ezt az erőt. Ugyanígy tudnod kell, hogy bár létezik sátáni elnyomás, de te az imádságaidon keresztül ezt visszatarthatod. Ezt mondja Pál apostol, hogy ő fenevadakkal harcolt. Hogyan harcolt? Szellemben. Mert az Efézus levél leírja, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem fejdelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírő és a gonoszság szellemei ellen. Ezért harcolsz imában, visszaszorítod az ellenségnek a hatalmát. Egyetlen egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet károsztatsz, ami ellened perbe száll. Mondd utánam az imádságot. Drága Uram, köszönöm az ima kiváltságát és áldását. Imádkozom most az evangélium akadálytalan terjedéséért, hogy az igéd szabadon áradjon és megdicsőjüljön. Imádkozom a félelem, az erőszak, a gonoszság és mindenfajta igazságtalanság ellen. Kihirdetem a békét, az előre haladást, a stabilitást, a bővölködést, a királyságod előre meneteléért. Jézus nevében. Amen. Halleluja. Ma is imádkozz sokat, imádkozz nyelveken. Azt mondja Pál, hogy először nyelvvel könyörgök, aztán értelemmel, a nyelveken szólás is nagyon hasznos, és a szellem segítségünkre van ilyenkor, mert amin kérnünk kellene, nem tudjuk, de a szellem kimondhatatlan fohászkodással esedezi kérettünk. Nagyon örülök, hogy velem tartottál. Gyönyörű áldott napot kívánok. Isten áldjon titeket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztünk!